Köszöntöm a nézőket! Mai adásunkból megtudhatják, hogyan készül a megytargyi, vagy egy nagyon finom pálinka, de ellátogatunk egy nyomdába és egy asztaloshoz is többek között. Tartsanak velem Bács Feketehegyre! Bács-Feketehegy vagy köznapi nevén Feketics az Északbácskai körzetben található, Kishegyes községhez tartozik. Jelenleg a Bácskai Magyar Református Püspökség székhelye. Bács-Feketehegy legfőbb jellegzetessége a korán érő medgy. A gyümölcsből egyebek között készül lekvár, dzsem, befőtt, üdítő, szörp és pálinka. A faluban a legutóbbi népszámlálás idején 3945-en éltek, a lakosság mintegy 60%-a magyar. Bojtos Béla, a helyi közösség tanácselnöke. Milyen régi ez a település, Bács-Feketehegy? Bács-Feketehegy itt a török idők után lett újból betelepítve, 1785-ben. Nagykunsági emberek jöttek ide, és hát ők kezdték itt el egy ilyen teljesen nagy pusztaságba fölépíteni a települést. Érdekes, hogy el kell mondani, hogy mind református volt, először templomot építettek, aztán kezdtek házat építeni, és egy év alatt, tehát abban tavasztól őszig, télig, minden házat felépítettek, ahány család csak jött. És később mikor jöttek a... Később, tehát sokáig csak magyarok jöttek itt, akkor a szomszéd településről, Szikicsről, vagy Szeghegyről lassan beszivárogtak németek, és akkor utána persze ugye a második, az első világháború után, akkor jelentek meg itt a szerbek, nagyon kis számba, és jelentős betelepítés volt, ugye, ott már a szocialista világ jelent meg, ugye, a második világháború után, akkor 45-ben, 6-ban, 7-ben elkezdték betelepíteni a montenegróikat erre a vidékre, és akkor a németek ugye úgy mondjuk, hogy önszántakban elmentek Németországba, és helyükre telepítették a montenegrói forradalmárokat, és így kezdődött a vegyes közös együttélésünk. Ma már nagyon sokféle népség él itt nálunk, ugye. Ma talán a 60%-a magyar, több meg más egyéb. Milyen jellegzetes építmény, épületek, intézetek vannak még a településen? Nagyon szép kultúrotthonunk van, nagyon büszkék vagyunk. Tehát az azt jelenti, hogy a kultúrának minden szegmensét meg lehet találni ebbe a faluba. És a magyarok ezt nagyon szeretik és tisztelik is. Nálunk bármilyen előadás van, színházba tartjuk, tehát azt mondom, hogy bármilyen, nem biztos, hogy vígjáték lenne, bármilyen, legalább félig van, legalább 200 ember eljön. És hát arra is büszkék vagyunk, hogy a könyvtárunk, a Kozma Lajos könyvtár az egy évvel fiatalabb, mint a település. Tehát azt is megcsináltuk, az ide települt magyaroknak nagy igényük volt a kultúrára és vallása. Iskola, könyvtár, templom. Ma és hát látom, hogy a nyári színpad is van. A nyári van, színpadot azt tavaly fejeztük valójában be igazából. Nagyon nagy igény volt, mert folyamatosan a falunapokra, a nyilvános rendezvényekre nem volt igazi jó színhelyünk. És hát úgy éreztük, hogy szükség van rá, és tényleg úgy is lett, mert hogy mikor megépült, akkor az lett a gond, hogy ki mikor használja, mert mindenkinek kellett. Mikor van a falunak a falunapja? A falunapja az egyben van ugye a megynapokkal, ez június második vikendje mindig, és hát azért van egybetéje, mert van egy ilyen szokás, hogy bármilyen ember lakik itt nálunk, a megyet nem szereti szedni, a megypálinkát azt mindenki szereti meginni, csak ez egy ilyen közös ünnep, hogy a medgyet az mindenki szereti, és minden ház előtt van medgy.
Pázs-Fekete-hegyen is elég sok mindennel foglalkoznak, található itt borpince, illetve pálinkaház is, ezeket is meglátogatjuk. Itt vagyunk a Lódi Pincészet pincéjében, Lódi Miklóssal, borásszal és egyben a pincészet tulajával. Beszélgetünk, ez egy hagyományos borpince. Miért fontos az, hogy ilyen hordókban tárolják a borokat? A mi pincészetünk valójában két részből áll. Az egyik egy úgymond ipari része neki, ahol polipropilén tartályokban tartjuk a borokat, forraljuk a borokat, készítjük elő a fahordós tárolásra, amiket itt látunk. Ezek a hordók tölgyfából készültek, e kettő kivételével, mint szlavón tölgy, a Szent Tamási Kádár készítette őket, még úgymond kézimunkával, hagyományosan, a régi módszer szerint. Ezre azért van szükség, mert a vörös borokat nem áruljuk úgymond fiatalon, hanem egy-két évig érleljük, és akkor kerülnek aztán piacra. Mi hétféle bort készítünk ebben a pillanatban, azok közül három fehér, egy rozé és háromféle vörösbor. Ezek között vannak félszárazak és szárazak. Édesbort mi nem készítünk, és sajnos pezsgőt sem tudunk, habzóbort sem tudunk előállítani. Azért ehhez sok munka kell, gondolom egy nagyobb szőlőültetvényre van szükség ahhoz, hogy ezek a hordók megteljenek. Bizony, itt körülbelül olyan 30 ezer liternyi kapacitás van a pincében. Mi 5,5 hektáron gazdálkodunk, egy kicsit visszafogott termeléssel, de még mindig körülbelül 20 ezer liter bort készítünk minden évben. Azt kell mondani erről ugye, hogy a testesebb vörösborokat tovább lehet tartalni, míg a könnyebb testű, világosabb, kisebb tanintartalmú vörösborokat, ezeket rövidebb ideig lehet tárolni, és ugye hamarabb el kell fogyasztani. De nem csak borok készülnek itt, pálinka is. Megy pálinka készül? Igen, hát ugye a pincészetünk pálinkafőzéssel is foglalkozik, még azon kívül, ugye Bácsfekete-hegyen a megyet nem lehet elkerülni, mi ebből megypálinkát és megylikört is készítünk. A megypálinkából van ágyas pálinkánk és tiszta megypálinkánk. Hát ez egy nagy különlegesség, és nagy előszeretettel fogyasszák Európa szinte minden táján, ahova eljutott már belőle. Hát akkor most, hogy láttuk ezeket a borokat, nézzük meg, hogy hogyan is néz ki a pálinkafőzde. Az itt készült pálinkákat és borokat megkóstolhatják itt ebben a teremben, akár csoportosan is érkezhetnek, ezt nagyon gyakran meg is teszik. Most pedig ellátogatunk egy másik gazdához, ahol pedig a híres Bácsfekete-hegyi megypálinkát kóstolhatjuk meg. Egészségükre! Megérkeztünk a híres Bácsfekete-hegyi megypálinka főzdébe, vagyis egy pálinka házban vagyunk, ahol Horkai Zsolttal beszélgetünk, ugye itt készül a megytargyi, ugye, hogy így nevezik a pálinkát a helyiek? Hát ugye ez a targyi név, ez amikor régi öregek nevezték itt Bácsfekete-hegyen a pálinkát, így meg egy targyit, így targyiként emlegették, ilyen szójátékkal, megytargyi néven ez a családnak levédett márka neve
a megypálinka. Maga a jelzésége az, hogy a helyi bácsfeketeegyi megyből készül. A bácsfeketeegyi megy ez teljesen különleges, teljesen átérő más megyfajtáktól. Nagyon értékes maga az, hogy betegséggel álló maga ez a megyfajta, és nagyon értékes maga a gyümölcse. Aránylag korán érik, aránylag nagyszemű, maga nagyon magas neki az antioxidáns tartalma, teljesen festőlevű, sötétbordó feketére érik szinte. Nagyon kedvező a cukorsav aránya neki, ami szintén kedvező. És hát a pálinkának is van egy jellegzetesebb íze, ugye? Így aromája, igen. Ugye maga nagyon harmonikus az ízvilága, mind illatban, mind ízben is ennek a megynek. És egy olyan, hogy a pálinkában is ugyanúgy ez megnyilvánul a megytartjában is. Hogyan készül a pálinka? Kezdjük onnan, hogy én fölmegyek a fára, leszedem a megyet, és utána mi történik azzal a megyet? Hát igen, ugye a maga szedést az kézzel történik, nem rázzuk, hanem első osztályú megyet csőjt, hogyha esetleg rossz szemek vannak a szedőket, megkérjük, hogy válogassák a megyet, akkor ezt feldolgozzuk olyan forma, hogy kimagozzuk, van egy ilyen centrifugális magozógépünk, ezt kimagozzuk, és a tiszta gyümölcs, zúzalék, gyümölcs hús, az kerül bele maga az eresztőtartályokba. És maga az eresztés, az pedig egy irányított eresztést végzünk. És itt, amit látunk bent, ezek maguk a itt föl, igen, a pálinka. Igen, ez itt a főzőüst, ezzel a 200 literes üst, ezzel végezzük az első lépcsőt, ugye a úgymond vodkázást, az első lépést a lepárlásnak. Itt ugye ezen a csövön itt látszik, az eresztő helyiség itt mellette van, onnan ezen a csövön jön be ide a cefre. És itt ugye látható ez a kisebb kazán a háttérben, ott ez egy 100 literes főzőüst, ugye ez a másik, ez egy 100 literes főzőüst, ezzel pedig a finomítást, a tisztázást végezzük ebből a kis üsttel. Hát egy kicsit által alakítva, egy ilyen léghűtéses deflagmátoron a tetejére szerelve, ugye a páracső elég erősen a kazán fele lejt vissza, ez mind a deflagmáció miatt fontos, hogy sokkal jobb íz, illat anyagokat tudunk megőrizni, ugyanakkor viszont magasabb alkoholtartalmú készpálinkát tudunk kapni. És hát vannak itt ugye olyan, mintha infúziók lennének, ezek szokálnak, nem intravénásan kapja senki innen. Igen, ez a maga pálinka, hogy a maga hűtőkapja, úgymond intravénásan, ugye, viccelődve. Ugye ki van fúrva a páracső, ahol megy, jön le a pára, és mielőtt megindul a pálinka, itt amilyen fajtát főzünk a megypálinkát, akkor megypálinkát, készpálinkát teszünk ebbe az infúzióba, és akkor ugye ez felakasztásra kerül, mikor benne van ebbe a pálinka, és akkor itt lassan csepeg bele, és ezzel nedvesíti a hűtőfalát. Hát kívánjuk, hogy azért még nagyon sokszor lepontozzák az önök pálinkáját, illetve megytartját, minél többen megkóstolják. Köszönöm szépen, úgy legyen. A Hestia Nők Egyesülete is igen aktív. Most például mi el fogunk készíteni velük együtt egy kelt kalácsot, vagy ahogy itt mondják, a kőkalácsot. Mi lesz ez pontosan? Medgyes lepény. A klasszikus, amit régen is csinálták, mert azért már most nagyon sokat változtatnak rajta, tesznek rá piskótát meg minden, de ez kimondottan a klasszikus. Mi megmaradunk a hagyományoknál, igen, az eredetinél. Igen. Hogyan készül? Mi kell? Először ugye... Meglangyítottuk a tejet, 1 liter tejhez 6 kanál cukor, 1 kanál só. Fél margarint teszünk ehhez, és beletesszük a friss élesztőt. A liter tejhez különben 2 kila liszt. És minden csak össze... keverünk, igen, összehal minden. Ebből is csak úgy gondolatszerint rakunk? Igen, ebből is csak egy kicsit, ez már a kidolgozáshoz. És a lisztet szortunk a tetejére, utána... És akkor leszokjuk takarni konyharuhával, és akkor melegbe valahova tenni szoktuk, és hogy meg kell, hogy kelljen. Hát fél óra legalább. Addig, amíg kell az egyik kalács, addig mi elkészítünk egy másikat. Ez pedig lenne a... Ez egy modern napsütemény lenne már, Duna hulláma neve neki. Megyes sütemény, és ezt is mindig a falunapokra és a megynap keretein belül
szoktuk készíteni. Ez is ilyen hagyományos, már a Nők Egyesületében, hogy folyamatosan elkészítik. Igen, a Női Egyesületben már most hagyományos, meg gondolkoztam is azon, hogy mi nálunk a krivaja folyik, hogy hát átköröztelünk krivaja hullámára. Egy kicsit kötődjön valami szintén a faluhoz is a sütem. Mi kell ehhez a süteményhez? Ehhez a süteményhez először 6 tojást feltörünk és szétválasszuk a sárgáját a fehérjétől. A Nők Egyesületének egyébként hány tagja van? Hát most per pillanat 15 tagja van, ez van változó. És milyen korosztály, akik részt vesznek benne? Hát 60 év meg fölötte. Igyekszünk mindenhol helytállni, minden már civil szervezetnek ugye besegíteni, hogyha megkérnek bennünket valamire. Az egész vajdaságból 36 csoporttal tartsuk a kapcsolatot. Műhely munkákra járunk, kézműka kiállításokra járunk. Szétválasztottuk a tojásokat, akkor a tojás sárgáját 25 deka cukorral kikeverjük. Akkor hozzáadunk 7 kanál olajat, lássuk, hogy abban is elkeverődött, akkor még 10 kanál meleg vizet kell hozzákeverni. Akkor én fő szoktam verni a tojások habját is. Honnan tudjuk, hogy mikor jó? Amikor már megfordítjuk, azt és nem borul ki? És nem borul ki. Annyira nem mered megfordítani, hogy tényleg kicsúszom. És a sütőbort elkeverem a liszttel, a 25 deka liszttel. Egy kasas sütőbort. Igen. És akkor most egyszerűen a lisztet a tojásokkal. Hozzáadjuk a tojásfehérjét. Tésztának felét, azt beleöntöm. Csak a felét öntjük be? Igen, csak a felét. A másik felébe meg teszünk kakaót. Szóval körülbelül van 2 kanál kakaó. Ez csak egyszerűen körkörös mozdulatokkal keveredik egy kicsit a... A sárga és sárga és a barna. Megy is előre. Ez a megy, ez savanyú marad, vagy ezt is cukrozzuk egy kicsit? Nem. Ez úgy, ahogy leszettük a fára, kifejtettük is. És ez is csak gondolat szerint? Igen, hát hogy most ki mennyire szereti gyümölcsösen. Addig még várjuk, hogy megsüljön, addig meg lehet a krémet is főzni. Addig mi készül a krém, addig mi tovább megyünk, és ugye megnézzük a kőt kalácsot, hogy most hogy áll. Levettük a melegről a tésztát a kőt kalácshoz, és most megnézzük. Jó nagyra kelt. Annál jobb, minél vékonyabbra széthúzzuk a tésztát. És akkor így egy kicsit megigazítsuk a szélén. Mert hát majd levet fog engedni az meggyes lepény. A meggyet azt előre becukroztál? Nem, vagy? Azért nem cukrozzuk be, mert akkor a cukor elolvad benne, és akkor a levet nem tesszük rá. Teszünk rá egy 2 kanál grészt, azért, hogy az valamennyi levet felvesz a megyből. És akkor a gréz tetejére cukor. Igen. És mennyi ideig sül? Hát egy 30-35 percig. Körülbelül. Nézd,
nézzük, hogyan sikerült, mit sütöttünk ki. A Duna hullám kitűnő. A meggyes lepény ugyanúgy isten, úgyhogy csak azt tudom ajánlani, hogy mindenki próbálja ki ezeket a recepteket. Lássuk mindkét sütemény receptjét. Meggyes lepény. A langyos tejbe beletesszük a cukrot, a sót, a margarint és az élesztőt. Összekeverjük, majd hozzáadjuk a lisztet és olajjal kidolgozzuk a tésztát. Fél órát állni hagyjuk. A tésztára ráhelyezzük a meggyet, majd megszórjuk cukorral és grízzel. 180-200 Celsius fokon 35-40 percig sütjük. Duna hullám. 6 tojás sárgáját kikeverünk 25 dekagram cukorral, majd hozzáadunk 10 kanál meleg vizet és 7 kanál olajat. Majd hozzákeverünk 25 dekagram lisztet, egy sütőport és végül a 6 tojás fehérjének a kemény habját. Lisztezett, zsírozott tepsiben az elkészült tészta felét beleöntjük, a tészta másik felébe 2 kanál kakaót keverünk, majd ráöntjük a sárga tésztára. Villával óvatosan satírozzuk, fejtett meggyel megszórjuk, 200 fokon 20 percig sütjük. A krémjéhez fél liter tejben megfőzünk egy vaníliás pudingot, ha kihűl, hozzáadunk egy margarint, amit 20 deka cukorral habosra keverünk. A tészta tetejére kenjük, majd csoki mázzal leöntjük. Sokan külföldre mennek, hogy vállalkozásba kezdjenek, viszont vannak, akik eljönnek vissza Bács-Fekete-hegyre például, hogy megpróbálják a szerencséjüket, ilyen például a helyi nyomda is. Sétáló Árpád és felesége üzemelteti a nyomdát Bács-Fekete-hegyen. Ha jól tudom, akkor pár éve érkeztek vissza, méghozzá Magyarországról, igen, és nyitották a vállalkozást. Igen, 5 éve érkeztünk vissza, vagy sikerült visszaköltöznünk, és azóta 3,5 éve nyitottuk ezt a nyomdát, és azóta itt üzemeltetjük. És miket tudnak itt elkészíteni? De most én, hogyha betérek Önökhöz, akkor mit kérhetek? Hát valójában ez egy digitális nyomda. Itt névjegykártyától nyomtatunk óriás plakátig. De hát több minden ilyen ajándéktárgyakat is tudunk készíteni, mint például bögre, vagy egérpad, vagy esetleg ilyen egyedivé tenni a kis termelőknek a mézét, pálinkáját, borát, címkékkel. Fal tetoválásokat csinálunk, illetve ilyen vászonképeket. És hát ugye áruljunk el néhány kulisszatitkot, itt van egy jó pár gép, amiről nekem fogalmam sincs, hogy mi micsoda. Esetleg megmutatná, hogy akkor mi, például ez a gép, ez mire szolgál? Itt mi készül? Ez egy fóliavágó gép, ez egy ilyen 120 centi széles, amivel ilyen különböző színű fóliákat tudunk kivágni. Van kétféle fólia, ami egyik ilyen öntapadós, amivel így, ezzel a módszerrel készülnek a feliratok a kirakatokra, az autókra, illetve ugyanezek a faltetoválások is így készülnek, illetve van egy másik ilyen Poliflex nevezetű fólia, amit pólókra lehet vasalni, és akkor ott ilyen különböző grafikákat, illetve feliratokat lehet megjeleníteni rajta. Meg lehet-e próbálni kivágni egy ilyen fóliát? Hát, ha egyszer nyomdász leszek. Persze. Egyáltalán mit csináljak most így első lépésként? Először kapcsolod be, légy szíves, az oldalán a kapcsolóval. Megvan. Jó. Akkor itt kiír egy Enter lenyomást. Igen. Most leméri az anyag nagyságát. Most számítógépről egy adott feliratot rá tudunk például küldeni, hogy az hogy is néz ki. Most, hogyha ezt a kombot rányom, akkor elkezd az a gép vágni. És innentől csak lehúzzuk a fóliát. A felesleges fóliát, és akkor... És hát még persze kész is, egész könnyen. El lehet ezt készíteni, nem is olyan nagy ördöngőség a nyomdászatnak ez a része, persze biztosan, hogy vannak azért ennél nehezebb feladatok is. És hát ugye már láttuk, hogy hogyan működik egy kivágás, esetleg nézzük meg csak azt, hogy hogyan is néz ki a folyamat, amikor egy bögrére kellene ráragasztani jó valami kis nézzük meg formát.
Ez is így minden komputeren keresztül? Természetesen. Fénykép, szöveg, bármi rá kerülhet. Határ csak a fantázia szabhat. Ez itt egy szublimációs festékkel működő nyomtató, ami például bögrére is, bögrébe bele tud hő hatására szublimálni a festék. Kész lett a gélet nyomtatva maga a szöveg, ami a bögrére kerül, ezután mi a teendő? Hogy kerül a bögrére? Ezután rá kell helyezni, rá kell ragasztani. Egyszerűen csak szellőtéppel, vagy bármilyen ragasztóval rá veszünk? Valami hű, ami a hű tálja, mivel hogy ez egy hűvel fog majd rá kerülni. Ez egy ilyen hűre változó bögre, hogyha valami forró ital kerül bele, akkor teljesen kifehéredik, és akkor látszik majd a mintája. Ezt elhelyezzük valahogy, megpróbáljuk valahogy, azt mondjuk, hogy jó. És akkor, amikor felmelegszik a megfelelő hőmérsékletre, akkor elkezd sípolni, és akkor behelyezzük a hőprésbe. Ez lenne a jelzés. Ez lenne a jelzés. És most csak várunk. És akkor most, ahogy elkészült, ki lehet venni a... Ez most ilyenkor forró? Ez nagyon forró, ne érjek hozzá. Ne. El is készül. És ugye forró, átváltozott fehérre. Fülénél fogva azért lesz. Fülénél meg lesz fogni, meg, de... itt a fekete rész. Igen. Csak így próbáld meg a kezeddel, óvatosan. Hát igen, érezni is azért, igen. Hogy meleg van a környékén. Hát elkészült a kis pannonos pökrénk. Ugye megnéztük a nyomdát, de bács Fekete-hegyen vannak még további vállalkozók is. Ellátogatunk oda is. Látják, per pillanat egy asztalos műhelyben vagyunk, Bede Zsoltnál, aki korábban vállalkozóként foglalkozott ezzel, azonban mára ez már csak hobbi maradt. Hogyan indult és hogyan lett hobbi? Hát a vállalkozás egy családi vállalkozásból indult az egész. Hát én tulajdonképpen negyedik vállalkozó voltam a családba. Negyedikként tanultam az asztalos szakmát, déd nagyapámtól kezdődött a szakma tulajdonképpen, és akkor nagyapámon keresztül öröklődött, hát én hozzám. Miért jó fával dolgozni? Ugye elég sok mindent látunk itt ebben a teremben, sok mindent készít hát fából. Változatos anyag, mert ahányfa, annyiféle szín, annyiféle árnyalat, erezete, nagyon szép maga a fa, mint természetes anyag. Habár most már kiszorulóban van azért a bútorgyártásból, de maga a fa az egy természetes anyag és változatos. Külön akár diófa, akár cseresznyefa, akár melyik fát vesszük, mindegyik a maga nemében nagyon szép. Miket készít egyébként? Ugye látok én itt ajtókat, szekrényekhez, vagy tálcákat? Cipőhúzó, kis tálca, fakanalak, ilyesmi. Egészen a kész komplet nagy szekrényekig? Bútort, hát igen. Igen, tulajdonképpen el tudom készíteni azt is. Hát régebben csináltunk, hogy úgy mondjam, bölcsőtől a koporsóig mindent, szó szerint, de hát aztán 2008-ban volt egy tűzesetünk, amikor a régi nagy műhelyünk akkor leégett, akkor utána csak ezt a kis műhelyt tudtam újra indítani, és akkor nem bírtam minden szerszámot beszerezni, úgyhogy utána csak bútorgyártással foglalkoztam. Említette, hogy cipőkanalakat, cipőhúzókat is készít. Ugye látom, hogy van itt már egy deszkadarab, ami körülbelül megfelel annak. Igen, tulajdonképpen ez még korombavágás, és akkor simára meggyaluljuk. Na, ez az az anyag, az a gyalulás, amiről az előbb beszéltem. Igen, ez most már sima. Ez most már sima, a másik fele az még nem. És a következő lépés? Ehhez kell a másik gép, és akkor itt most pontosan életre szabjuk. Ugye akkor ez lenne az, amit ezt most már minden oldalról
Meg van csiszolva? Igen, ez mind a négy oldalról meg van munkálva, alapméretei meg vannak adva. Akkor egy, hát az egy, nem egy, egy egyszerű folyamat beállítani ezt a marást, akkor a következő művelet az, hogy ezt a marást belevágni, és akkor ezután, mikor ez megvan, akkor a következő lépés még a csiszolás a gépen, amikor egy olyan finom megmunkálás marad utoljára. Akkor jön a akkor lakozás. Jön a lagozás. Akkor jön a lagozás, vagy színezés, ha szükséges más színre, hanem a fa természetes színét akarjuk, akkor lehet színezni. És ezt a hobbit, ezt a szeretetet, ezt tovább fogja adni a következő generációknak, hát, gyerekeknek? Van még rá igény? Lányaim vannak, ezért nem valószínű, hogy érdekli őket, nem érdekli. De hát, mint ahogy apám veje volt nagyapámnak, úgy lehet, hogy nekem is lesz olyan vejem, akit majd érdekel, úgyhogy állok elébe, ha valakit érdekel, akkor szívesen átadom neki a szakma szeretetét. A faluban a kultúrát sem hanyagolják el a helyiek, itt vagyunk most a Művelődési Egyesület épületében, ahol több szakcsoport is létezik. Mivel foglalkoznak itt? Hát ha általánosságba kell bemutatni a Művelődési Egyesületet, azzal kezdenénk, hogy a családcentrikus egyesület vagyunk, több mint 200 tagja van az egyesületnek. Nem vagyunk szakosodva csak egyetlen speciális területre, több mint 100 kisgyerekkel és kamasszal foglalkozunk a néptáncoktatással, vannak Kárpát-medencébe elismert versmondóik, itt átfedésbe vagyunk és közös foglalkozást valósítunk meg a Vajdasági Magyar Versmondók Egyesületével is, több mint 20 éves hagyománnyal rendelkező színtársulatunk van, és ami különösen közel áll a szívemhez, az a népzene, hát 20-25 aktív tamburása van a Művelődési Egyesületnek. Külön-külön is működnek a szakcsoportok, és vannak olyan előadások is, amikor a teljes gárdát mozgósítjuk, és egy tematikus műsort készítünk elő. És hát ugye nem csak önök mennek máshova, hanem itt is rendeznek különböző rendezvényeket. Én Kerekes Zoltántól kérdezni, hogy milyen rendezvényeket szoktak, hogy évről évre itt mindenféle rendezvény megjelenik? Igen, vannak állandó rendezvényeink, amit ugye minden évben meg fogunk szervezni. Eddig is megszerveztünk, ezek a Podolszki nap, az falu nap, a születi ünnepség, a Tambora Fesztivál, ami elég népes szokott lenni. Ezeket évente megrendek, időközben nagyon sok rendezvényünk van, ami úgy jön, könyvbemutatók, különféle kulturális események, vendégről látunk színjátszó csoportokat, fellépnek nálunk különböző kultúregyesületek mások szerénységből. Tehát ugye vannak itt a faluban különböző felújítások is, például a színház épület is most, ha jól látok, akkor felújítás alatt áll most. A színjátszó találkozóra készült el olyan formában, hogy meszelés megtörtént, betonozás, akadálymentesítés. Tehát helyrehoztuk úgy a színházat erre a színjátszó találkozóra, hogy az igényeknek megfeleljen, de hát nagyon bízunk benne, hogy a továbbiakban is nagyon sikeresen meg tudjuk tölteni ezt a teret tartalommal, és hát van egy nagyon szép színházunk továbbiakban. A helyiek, a fiatalabbak vagy akár idősebbek is nagy érdeklődést mutatnak a művelődési élet iránt. Gondolok itt akár versmondásra, vagy néptáncolásra, népdaléneklésre. Azt lehetne mondani, hogy nincsen olyan család Bácsfeketegyen, amelyiknek nincs kötődése művelődési egyesülethez, vagy volt valaki néptáncos a családban, vagy éppen valaki néptáncos, vagy valaki lesz néptáncos. A falun tehát a fiataloknak szórakozási lehetőség. Úgy vagyunk vele, hogy inkább ide járjanak hozzánk, hogy a kultúra egyesületben tanulhatnak is, mint az utcán. Az utcán is, hogyha a kultúra nincs, akkor a magyarságunkat másképpen nem igazán tudjuk megőrizni, tehát a kultúra egyesületen belül, kultúra egyesület keretében. Tehát nekünk ez a célunk is, hogy összetartjuk itt az itteni magyarságot. És hát ugye az egyesületnek is, és a falunak is nagy büszkesége, gondolom egyebek mellett, ugye többen is biztos vannak, de itt van most velünk Török Noémi, népdalénekes vagy, ugye, és ha jól tudom, akkor még tanulsz is, egyetemre jársz. Miért pont népdal?
Én mindig is szerettem a népzenét. Amikor kicsi voltam, 4 éves koromban elkezdtem járni ide a Kultúrotthonban néptáncra, és vele egyidejűleg elkezdtem énekelni, és az akkori néptáncoktatónk Pál Eszter karolt fel, és készített fel a műsorokra, a fellépésekre, és 2003-ban 5 évesen vettem részt először egy népzenei versenyen, ami az óvodásoknak és az általános iskola 1-8. Osztályos diákjainak szól. Akkor 2. díjat kaptam, és a rákövetkező években 1-2 alkalom kivételével minden évben részt vettem. Most az Újvidéki Művészeti Akadémia etnomuzikológia szakának az 1. éves hallgatója vagyok. Te ugye különböző sikereket is elértél, például a nemzetközi szinten is kaptál díjakat. Igen, 2014-ben, amikor a középiskola 3. osztályát fejeztem, akkor Romániában voltam a 22. hajnal akar lenni nemzetközi népdalineklési versenyen, ahol 1. díjat kaptam, és ugyanott a kóta minősítőn aranypálva díjat, majd a rákövetkező évben, 2015-ben Egerben pedig az aranypálva nagy díjat kaptam meg. Gratulálunk ezekhez a sikerekhez, és hát hogy megkérnélek akkor most, hogy mutass be nekünk valamit, egy dalt, ha elénekelnél a műsornak. Akkor egy bácsfekete-hegyi népdalt énekelnék. Farsang utója van, farsang utója van, férjhez mennek a lányok. De én még magamnak szeretőt se tanálok. Te meg barna babám, csinos barna babám, kereshetsz más szeretőt. A Művelődési Egyesületnek nem csak jelene van, volt ennek egy múltja is, amit Pál Károly, az Egyesület tiszteletbeli elnökétől ismerhetünk meg még jobban. Ugye ön már több évtizede, hogy kulturális tevékenységeket folytat, és ön volt, mikor is az elnöke az Egyesületnek? 21 évig voltam az elnök az Egyesületnek, tavaly volt a váltás, amikor Sárkány István és csapata átvette. Két nagyon fontos dolgot szeretnék elmondani, egyik az, hogy sikerült valamit létrehozni itten az Egyesület keretein belül, 21 éven át. A másik, ami nagyon fontos számomra, hogy sikerült átadni olyan formában, hogy az megy tovább, megy a kocsi tovább. 21 évvel ezelőtt nagyon sok mindent megörököltünk az ősöktől, hiszen 1869-ben alakult meg az Egyesület, az akkori Dalárdából, ezen a portán, ahol most vagyunk, volt egy régi épület, levető oldalai voltak neki, Sárközi Ferenc idejébe készült őkétes munkával. Az volt a fénykora volt Egyesületnek, én úgy mondanám. Time Museum őrzi az emlékét. Mi az ön számára a legemlékezetesebb, vagy legszebb pillanat, ami az elnöksége alatt? Hát a legszebb az volt, hogy folyamatosan ment a munka. De mindig voltak fiatalok, akik vállalták önkéntes alapon, nem fizetésről, önkéntes alapon. Én is úgy csináltam önkéntesen. A másik pedig az, amire büszke vagyok valóban, az, hogy sikerült fölépíteni ezt az épületet. Fölépült a hátsó épület, amely hát kicsire sikeredett, megújult az első épület, szemben van a színházterem, ahol annak idején büszkék voltunk a színháztermünkre, hiszen minden télen tudtunk fűteni.
és akkor az nagy gazdagság volt annak idején, hiszen nem minden településen volt olyan színház, amit télen tudott üzemelni. Ez, amit létrejött, az része annak, amit próbálok mindig mondani, hogy ahhoz, hogy meg tudjunk maradni, ahhoz nekünk erőt kell felmutatni, összefogást. És hát ugye a kulturális életben ön eléggé jelen van, és hát a magyarság megmaradásáért is több kitüntetést is kapott már. Ezek mit jelentenek ön számára az ilyen kitüntetések? Hát én mindig azt mondtam, hogy az nem az én érdemem. Nem én kaptam azt, a közösség kapta, amelyik megtűrt, hogy itt legyek. Bács-Fekete-hegyen a gyerekek nagyon szeretnek verset mondani, és méghozzá nagyon szépen, ugyanis van, aki felkészítse őket. Egy nyugalmazott óvónéni teszi ezt, most megnézzük, hogy hogyan is zajlik. Ci, ci, ce, ca, ca, co, cü. Ci, ci, ce, ca, ca, co, cü. Szillel, bílel, szalma, szál, szálú, szélben messze száll. Széllel, bélel, szalma száll, szálló szélben messze száll. Az előbb hallhattunk itt egy beszédtechnikát, ugye az egykori nyugalmazott óvónéni Barta Júlia készíti fel a helyi gyerekeket versmondásra. Honnan jött ez az egész, hogy versmondókat készít fel? Az a következőképpen, én 35 évig voltam itt ebben a faluban, óvónő, gyakorló óvónő, és nagyon szerettem a hivatásomat, hisz ott minden nap vagy mesét olvastál, vagy mondtál, vagy verset mondtál, és amikor nyugdíjas lettem, és kiürült a házam, úgy éreztem, hogy nagyon nagy a csönd. 95-ben elkezdtem dolgozni gyermekszínjátszó csoporttal. És hát nagyon sikeresek voltunk, mint gyermekszínjátszók, meghívást kaptunk Budapestre, a Becsei játékokon a kosztümök első díjat nyertünk, és igen, ám csak ez mindig több pénzbe került. Közben megismerkedtem Krekics Olgával, a Vajdasági Magyar Versmondók Egyesületének elnökével, és akkor elkezdtünk ezzel foglalkozni. Én is eljártam a gyerekekkel együtt táborba. Én is beültem a padba, vagyis a gyerekek közé, és csodálatos, szép élményben volt részem, hallgattam az oktatókat, és a hiányzó, ami szakmailag hiányzott, ebből próbáltam bepótolni. Verset mondani nem olyan könnyű dolog. Mi az, amire nagyon kell? Mi az, amire megtanítja a gyerekeket, mielőtt még verset mondanának? Igen, legelőször is mindig a versválasztás nagyon fontos. A gyereknek 4-5 verset is adok, és abból kell ő neki kiválasztani, hogy melyik tetszik. Tehát a versválasztás, a versnek a feldolgozása, a vers megértése, hogy ő neki mit jelent a vers, mert csak úgy tud verset mondani valaki, hogyha teljesen ismeri azt a verset, és legalább ez a minimum, hogy 30 nap kell ahhoz, ő megtanulja a verset, de a versnek be kell élni. Többször kell gyakorolni, úgy megkipróbáljuk, hogy ez így ő hogy érzi. De mindez mellett a technikára, a beszédtechnikára is figyelni, hogy miben tud maga segíteni nekik, mire tanítja meg? Hát először is mindig fölmérem, hogy melyek azok a hangok, amelyek problémát okoznak. Sajnos elég sok gyereknél van gond, különösen az S, az S hangok képzésével, de ugyanakkor a szép, hosszú, rövid magánhangzókat is nagyon jól kell tudni és ismerni, hogy azzal megfelelőképpen bánni tudjanak. És erre akkor, vannak azok a különböző gyakorlatok? Erre vannak, igen, a ritmus, az nagyon sok beszéd hang, a beszéd ritmus, ez mind nagyon fontos ahhoz, a nagyon szép artikulációra van szükség, hogy mindenki, még ha halkan mondja, akkor is megértsék a versmondónak a mondani valóját, ez mind nagyon fontos dolog. A Vajdasági Magyar Versmondók Egyesületének vagyok tagja immár 21 éve, és elnökségi tag vagyok ennek a nagyon szép és nemes egyesületnek. Azon kívül vezetem a Bács-Fekete-hegyi Podolszky versmondókört a Feketicsi Művelődési Egyesület keretén belül. Itt 20 éve, hogy dolgozom ebben az egyesületben, és nagyon-nagyon sok versmondó került ki. Pár pillanat hány tanulója van? Pár pillanat 7 tanulón van, de én gondolom, hogy elég is ennyi már az én koromhoz képest.
Hát akkor mindjárt meg is kérdezzük a gyerekeket, hogy ők hogyan is szeretik a verseket szavalni, illetve mit tanulnak itt meg. Mik azok az alapok, amiket meg kell tanulni egy versmondásnál, mielőtt kijuthat valaki egy versenyre, hogy szépen mondjon verset? Például a szünetek nagyon fontosak egy versben, szerintem ez a legfontosabb, mivel hogyha elhadarunk egy verset, az nem vers. Akkor nem lehet se neked beleélni magad, és ez nem is élvezetes hallgatni. Mindig beszédtechnikával szoktuk kezdeni az órát, hogy utána könnyebben menjen a versmondás. És nehéz ezeket elsajátítani, ezeket a technikákat? Az elején nehéz volt, igen, de most már tényleg teljesen. Belejöttünk. Igen. Mi volt a legnehezebb? Hát talán nekem az S és az S hang. Milyen versenyekre mentetek már eddig? Hol vettetek részt? Magyarországon is voltunk tavaly, a Regősök Hórián például, ami Veszprémben volt, és én ott harmadik helyezett lettem, és tovább jutottam Budapestre, és ott pedig ezüst oklevelet kaptam. Akkor voltunk Egerbe, ahol első helyezett lettem, de nálunk is voltunk. Például itt Feketicsen is van a Dudás Kálmán, ott az például nekem személyes kedvencem, ott három verset kell elmondani. Nagyon sikeresek vagytok, ahogy én hallom itt. És van itt egy egyszerű fiú is. Hát, van. Miért szereted a verset? Ugye nem mindenki szeret azért szavalni. Hát verset mondani jó. És hogyha a vers és a versmondó egymásra talál, szó szerint csoda születik, mert nagyon jól át lehet adni a közönségnek, és a közönség is a versmondóval, hogyha az jól elő tudja adni, szinte ugyanazt érzi, amit a költő el akart mondani a versről. Hát ezek nagyon szép gondolatok, hát kívánom nektek, hogy a következő versenyeken is legalább az első helyet hozzá el mindenki. Köszönjük. Nemes Nagy Ágnes, Lovamhoz, részlet. Pej vagy, s családod nem hivalkodó, de mégis szép, nemes formájú félvér. Fényes vagy, mint a görög bronzlovak, s bőröd lüktet orrodon az érnél. A neved Ábris, és a kedvedért csizmába járnék mindig férfi módra. S hajnal felé, mert felkelek korán, még ködben kigaloppozunk Dabócra. Bács Feketehegyen található Vajdaság egyik legrégibb református egyháza. Erről beszélgetünk Orosz Attilával, a helyi lelkésszel, aki egyben bácskai esperes is. Jó napot kívánok! Itt állunk a templomban. Igazán érdekes az, hogy a katolikus templomokhoz képest, a belsejükhöz képest, itt mondjuk nem látok oltárat. Áldás békesség, mi így szoktunk köszönni hivatalosan. Református módon szeretettel köszöntöm én is a Fanon Televízió nézőit. Valóban így van, ahogy a felvezetőben is elhangzott, hogy Vajdaságban is, meg Szerbiában is, ami tudomásunk szerint a legrégebbi református templomban vagyunk. Ez a templom 1802-ben épült. Annyit kell még róla tudni, hogy az elődök ugye 1785-ben érkeztek Kunhegyesről, és akkor előtte egy vályog templom volt, aztán később rájöttek, hogy szükségesnek mutatkozik egy szilárdabb anyagból épült templom, és akkor készült el ez a templom. Most, hogy itt az idén ünnepeljük a reformáció 500 évét, éppen jó, hogy erről a kérdésről beszélgettünk, mert reformátor elődeink akkor, amikor a reformációt, mint szellemi meg vallási irányzatot végrehajtották, akkor nem csak a vallást reformálták meg, vagy alakították vissza a Szentíráshoz, hanem a templom belsejét is gyakorlatilag. Ami úgy néz ki, hogyha itt körülnézünk ebben a templomban, akkor látszik, hogy ez nagyon szerény puritán templom, csak a legelemébb, a legfontosabb kellékek vannak bent a templomban. Így valóban a mi templomunkban oltár nincsen, hanem az oltár helyét az úgynevezett úrasztala foglalja el, ami tulajdonképpen központi helyet foglal el gyakorlatilag minden református templomban, és az
úrasztalának a szerepe, a funkciója az, hogy a sákramentumokat, vagy közismertebb nevükön a szentségeket innen szolgáltatjuk ki. A református tanításunk szerint kettő van. A keresztséget is innen szolgáltatjuk ki, tehát a kisgyermekeket itt kereszteljük meg, meg az úrvacsora sákramentumát is innen szolgáltatjuk ki. Itt van még a keresztelő medence gyakorlatilag, ami erre szolgál. Egy nagyon érdekes dolog ez a fehér márványból készült keresztelő medence, és különösen a teteje ez a kupola, amelyet egyik presbiterünk ajándékozott, most már néhai presbiterünk még 2002-ben a Dédunakájának a keresztelőjére, mert ha jól tudom, összesen 27 elemből tevődik össze, mégpedig helybeli japán akácfából készült, és akkor, amikor ez elkészült, akkor bele lett csavarozva a korabeli presbitériumnak, meg a akkori lelkipásztoroknak a népsora is ebbe a keresztelő medencébe. És hogy helyezkednek el a hívek? Ugye a katolikus egyházban balról nők, jobbról férfiak ülnek az oltárral szemben, itt azért más az árrendezés. Itt is van egy ilyen megkülönböztetés, hogy így mondjuk, itt a bejárat felül részen ülnek a nők, asszonyok, a leányok, főleg a karzaton, a másik oldalon, itt mögöttünk pedig a férfiak foglalnak el helyet, és akkor itt a szószékkel szemben lévő padokban pedig az egyházi tanácsnak a tagjai, az úgynevezett presbitériumnak a tagsága, amely 24 fős nálunk. A szószék alatt pedig az ige hirdető vagy a lelkipásztornak a padja helyezkedik el, az úgynevezett Mózes pad, ahogy ezt ugye szaknyelven mi nevezzük. Hány gyerek van, aki református gyülekezetben jár? Hála Istennek még viszonylag sokan még ebben a megfogyatkozott közösségben is, 140 és 150 között van a hittanosaink száma az iskolában, tehát ez 1-től 8 osztályig. Ide az egyházhoz is járnak, mert külön hittanóra van itt is, ugye a régi hagyomány szerint. Itt valamennyivel kevesebben, mert itt kimarad a 7. meg a 8. osztály. 6. osztályban van a konfirmáció egyébként, ami a hitoktatásnak a végét, illetve jelenti a felnőtt keresztény életbe való beintegrálódás vagy bekapcsolódás. Ez végül is a bérmálkozásnak fele meg a katolikus egyházakban. Megérkeztünk a Bács-Fekete-hegyi általános iskolába, a Nikola Gyurkovics általános iskolába. Itt már egy ismerőssel fogunk beszélgetni, ugyanis a helyi tanácselnök egyben az iskolának az igazgatója is, úgyhogy most megkeressük Bojtos Béla igazgatóurat. Itt az általános iskolában igen sok diák van. Hányan vannak összesen? Jelen pillanatban 320 diákunk van. Ez egy változó létszámban van egy olyan 15-20%, aki állandóan fluktuáció és mozgásban van, Németország, Beográd, vagy ide-oda jönnek mennek. Tehát az egy olyan átlagos 320 diák körül van a létszámunk. Több nyelvűek. De szerbek, magyarok egyaránt. Tehát legjobb számú a magyar diáksereg, és a kevesebb, nagyjából, kicsivel kevesebb, mint fele, azok viszont a szerb osztályokba járó diákok. Csak nagy iskoláról van szó, sportcsarnok is van. Nagy iskolánk van, igaz, 79-ben épült, már 1600 négyzetméter, és hát ennek fele akkora a sportcsarnokunk, 1750 négyzet, amit érdemes megnézni, mert a maga a méretei, az imponánsága, a maga a technikai építése, Vajdaságban nincs több ilyen. Annyira különleges. A padlózata is olyan szabadkás is, meg Újvidékes is, meg a Spencer is, csak nekünk van ilyen padlózatunk, ilyen direkt nekünk gyártották Franciaország, úgyhogy büszkék vagyunk, minden egy kicsikét mások vagyunk. És azért a tantermeik is külön felszereltek, úgyhogy jöttünk kabinetrendszer szerint oktatnak. Kabinetrendszer, tehát a felsős tagozat a kabinetrendszerbe járnak iskolába, megnézhetjük a termeket, azok erre vannak fenn a termeink, meg lehet, hogy minden terem van számítógép, minden terem
minden számítógép össze van kötve internetre, a hálózatba, a tanárok. Annak lehetőség nyúlik arra, hogy mindent a legfrissebb adatokat tudják kezelni. Hát akkor nézzük is meg belőről egy termet. Nézzük meg itt egy ilyen termet. Dobadán! Egyébként érdekességet elmondom, hogy az iskolánk falait a diákok festik szervezetten, csoportban. Papír, hanem... Van, ahol festve. Meg lehet nézni, hogy hol van falfirka az iskolában. Sehol nincsen. Hát itt van egy ilyen infotermünk, ahol 25 munkahely van. Nagyjából tehát a csoportok nem is nagyobbak, sajnos az osztályaink nem többek, mint 25 egy osztályban. És akkor ez ilyen, lenne maga itt, itt egy ilyen sportcsarnok, amely... Lényeg érdekesség az, hogy önhordozós, nincsenek oszlopok, nincs ilyen egyéb, önsúlyát azt tartja. A padlózat ez Taraflex, azért mondom, hogy nincs másod se a Újvidéken, a Spencer, ezt mikor ezt leszokták tenni, meg felszokták szedni, hogyha olyan mérkőzés van. A mi gyerekeinknek adott, hogy mindig ezt használják, mindig. Ez mindenféle labdajátékra megfelel, mindenféle sportnak. Kicsikét drága, mint a többi, de... De megéri, mert nincs sérülés veszély, nincs ilyen egyebek. A faluban működik egy nem akármilyen napközi is, az Izida Egyesületben ugyanis különböző fogyatékkal élő emberekkel foglalkoznak. Ezt látogatjuk meg most. Mit kell tudni az Egyesületről? Mióta létezik ez már? 2002-ben lett bejegyeztetve a szervezetünk, Izida néven, és azóta próbálkozunk mindig valami újat bevinni, valami fontos aktivitást találni a tagjainknak, és 2008 óta sikerült is napköziként elkezdeni dolgozni. Ugye a napközinek ez lenne az étkezője? Ez az étkezője és a konyhája. Azzal, hogy igyekszünk mind járatos lenni az ő feltételeikhez, hogy megfeleljen, és annyit kell még tudni, hogy tagjaink közt vannak hallás, látáskárosult, sőt vak személyek, vannak kerekesszékes, értelmi testi fogyatékos fiatalok akkor és emberek. Vannak kisegítők is, akik folyamatosan foglalkoznak ugye mindegyikkel. Tagságunk között vannak tanulásba akadályozott fiatalok is, akiket igyekszünk valamilyen formába egy oktatási szintet elérni, hogy megtanuljanak legalább írni, olvasni, hogy mégis, hogyha már mi már a gyámok ugye nem leszünk, vagyis a gondozók, akkor esetleg egy kis önálló életet is bírjanak élni. Tehát itt próbálják megtanítani őket. Tanítsuk el a legalapvető dolgok, amit ez az önálló életre kezdve, az étkezés kezdve, a tisztálkodás, tehát az oktatás, akár az írástudás és különböző szakmákra, amiket ők esetleg megbírnak tanulni, és talán biztosítani maga körülött egy kis anyagi támaszt is, tehát a szövés, fazekasság. Az egyesületünk egy olyan 120 személyt számlál, az egyesületünk, azzal, hogy 52-en azok úgy néha-néha bejönnek évente, de a napközi pont most olyan 15-ig fogad be felhasználókat, mivel a folyamat most indult meg, hogy egy megfelelő szociális szolgáltatást jegyeztessünk be,
az pedig, hogy megkapjuk rá az akkreditációt, tehát, hogy egy intézmény is végül közel lesz az intézményhez. A szülők elhozzák őket, vagy a gondviselők itt vannak egy bizonyos ideig, és aztán hazamennek? Hát ebbe is nagyon nagy szerencsénk van, hogy Hollandiából egy üzletember adományozott nekünk egy speciális járművet, Kishegyesről, Szeghegyről, és a Feketi faluból hozza ide a járművel a tagokat, és akkor utána pedig szintén hazaszállítjuk a házhoz őket. Ez a műhelyünk, itt működnek a Szabó és a Varró csoport. Látni itt ilyen hagyományos is egy kicsikét szövőszékünk van. Igen. Ez is nagyon ritkaság. Kézzel is. És kézzel a szövőkereten. Igen, ez táska lesz, a Májó nagyon ügyesen tudja szőni. Tázikánk meg Ágota pedig különböző nyakláncokat készítenek. Itt meg kell említeni, hogy Májó mind és Tázi minden tapintás útján készít. Itt a Mirjana is hímezi a húsvéti nyuszit. Az önkormányzat az idei évtől kezdve támogat bennünket 2-3 embernek a bérével, és ez egy nagyon nagy biztonságot jelent az egyesületünknek, vagy a napközinek, mert bírunk biztosítani szakembereket, mert legyünk őszinték, mi önkéntesek vagy szülők, elfogultak vagyunk saját gyerekeink iránt, és akkor talán nem tanítsuk meg annyira őket, mert hát félünk, hogy valamilyen kárt okoznak magukba, és akkor inkább mi megcsináljuk. Belesünk akkor a foglalkozásokba. Macska, kenguru, macska, szúnyog, vizsera, kecske. Ja, hallottunk itt egy érdekes kis foglalkozást. Mi történt itt? Mit fejleszt ez a foglalkozás, ami most történt? Igazából több képességet is fejleszt. Nem csak a figyelmet, ez tipikusan a fenntartott figyelmet, meg a figyelmi szelekciót, hogy külön tudják választani a szavakat, de az instrukció megértés fejlesztésére is igazából jó. És konkrétan maga a feladat mi volt? Ugye hallottuk, hogy tapsoltak, szavakat igen. Hallottunk. Igen, egy egész hosszú lista állatot olvastam fel, és a feladatok az volt, hogy amikor azt hallják, hogy macska, akkor egyet kell nekik tapsolni, ha viszont azt hallják, hogy kecske, akkor kettőt. A többit pedig ki kellett zárniuk. Ez mindenkinek megy, ahogy én hallottam, igen, mindenkinek igen. Nagyon tetszik ez a foglalkozás, igaz? Igen. Miért szeretsz ide járni a napközibe? Számomra nagyon fontos a közösség. Sok mindent tanulunk, de elsősorban barátkozunk, és nekem a barátság nagyon fontos. Különben szoktam szőni, gyöngyöt fűzni, az üvegházban virágot ültetni. De gondolom mindenki részt vesz valamilyen foglalkozásban, mégis hogyha jól tudom, akkor van egy zenész ember is köztetek. Milyen hangszeren játszol? Sajnos Mónikán játszok. Igaz, hogy megtanultam 3 mondtát. Tudom a hullapelyest, pancsiszát, pancsalát. Megtesszük a kóboly mondtát, az most egy kicsit nehéz. Hanem nekem a zene mindenem. Sajnálom, zenére álltottam is. Már megtanultam írni, írottam. Ugye a tagok, illetve a fogyatékkal élő tagok, ők különböző rendezvényeken is részt vennek, vettek, ha jól tudom, akkor
Volt egy érdekesség is. Aktív résztvevői a községi életnek, úgy szüriti napokon, karácsonyi vásárokon, akármilyen rendezvény van, ott vannak a tagjaink. De a legértékesebb, vagy a legérdekesebb talán nekünk az volt, amikor Szabadkán fenn voltunk a divat bemutatón, ahol 6 tagunk vett részt, és együtt az igazi manekenekkel ők is felvonultak, és ezt nagyon-nagyon-nagyon szépen fogadták. Ez látható ugye azon a képen is, ott fent a felvonulók, modellek. Igen. Fűszer és gyógynövényt, termesztést kezdeményeztünk, és aztán pedig ma már virág, laskagomba, különböző fűszernövények, azok vannak a termelés fő példája. Tehát 11-valahány fűszernövényünk van. Ezeket árulják? Hát szeretnénk. Vagy saját termesztésre is? A virágokat azt szeretnénk értékesíteni, hogy valahogy önállósuljunk egy kicsit, mert legyünk őszintén, hogy hát elég nagyok az anyagi kiadások. A helyi közösségnek a központját díszítsük, adva is minden évben biztosítsuk a virágot, amit ültetünk, és ebben is ugye már a társadalomba beleilleszkedünk. Az asztalok, ez is, hogy tehát nekik való megfelelő, hogy kerekesszékkel is ez lehessen bemenjen. Az ablakok van 3 ablak, azt is elektromosan nyissuk, csukjuk, tehát hogy mindenkinek elérhető legyen, és az is nagy eredmény, ha megtudják, hogy merre kell hajlítani a kapcsolót, hogy indítsák, és ez is nekik örömet szerez. Ennyi fért mai adásunkba, köszönöm a figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb, és addig is kövessenek minket Facebook oldalunkon. Viszontlátásra!